Már mutatom is. Az első 20-ba az elsőt. Ha vissza kell tekinteni, nem szoktunk, akkor a felkészülés elért a célját. A srácok versenyben vannak, versenyben maradtak. Az első 10 perc az kicsit lassabb sikeredett, lehet, hogy a meleg, lehet, hogy a sok utazás, ugye Budapestre, Budapestről le, pakolás, innen-oda. 10 perc után csapat jól játszott, szép gólokat rúgtunk, a második fél így alakult, ez teljesen természetes. Hogyha az ember 6-ot cserél, akkor az arra mindig benne van a pakliba, hogy a ritmus kiveszed a csapatból. Mérkőzés után is futottak, azok egy főt játszottak, az első fődőben lecserélték is futottak. Tehát a fizikális állapot, meg az, hogy versenyben legyenek, ez volt a cél, és erre a hétre tudunk építeni. Ma kezdjük a hetet, úgyhogy jöhet meg a kérdés. Ki lesz az első? Somos ATV említette a utolsó sajtótájékoztatóján, hogy meccs előtti utolsó, hogy vannak olyan részek, amiket nem árul el. Épp azért, hogy ne lehessen kifűkészni a titkokat, ebből valami kommunikálhat, hogy is esetleg? Persze, hogy ne legyünk ismeretőek, ugye eddig az összes meccsünket, akár még a Fejér-szigetek ellen is úgy játszottuk, hogy a középpályázónát, amit megkültünk vonalat, abba játszottuk le, ugye a labdaszerzésből indultunk, ettől függetlenül szeretnénk a mérkőzések egyes részébe előrefelé védekezni, jobban feltolni a csapatot, mert hogy elő tudunk labdát szerezni, közelebb van a kapu, sokkal jobban tudunk fájdalmat okozni az ellenfélnek, viszont ehhez kéne 6-8 hét, hogy begyakoroljuk, ezért pár dolgot gyakoroltunk, fogunk ezen a héten is, és egyszer-egyszer előfordulhat, hogy feljebb toljuk a csapatot, hogy ne legyünk annyira kiismerhetőek. Összegezve a pénteki meccs tapasztalatait, hogy tetszett a két csatáros támadójáték? Szerintem azért valamilyen szinten eddig is két csatáros volt. Tehát ez attól függ, hogy melyik zónában vagyunk, mivel most előrébb voltunk, ugye jobban előre tudtunk, tehát a csapatot előre tudtuk tolni, ezért jobban kidobta a gép azt, hogy ketten vagyunk a kapu előtt, meg többen érkezünk oda be. Így fogunk játszani, tehát két támadóval fogunk játszani finnek ellen is. Nyerni szeretnénk, de természetesen a két támadó az nem azt jelenti, hogy akkor védekezésben mondott el a sétálgatnak, ugyanúgy le lesz osztva mindenkinek a feladata. Láthatólag elég jól szerepottál a világ, amin a parádén védéseink során jelentett valamit a finnek elleni meccsnek? Ugye vagy a Dénes, vagy a Gábor fog védeni, az Ádám is nagyon jól dolgozik, viszont ugye Gabi védte le itt a meccseknek a nagy részét. Ő sincs igazából versenyben, a Dénes ugye végigvédett a Fladiba jól, egyrészt a kisugárzása, tehát a heti munkát fogjuk figyelni, és a kapus edzővel összeülünk, és meg fogjuk beszélni, hogy ki fog védeni a mérkőzésen. Teljesen mindegy, még ha úgy alakul, hogy a Dénes vagy a Gábor megsérül, Ádám is olyan paszban van, hogy bárki bárt a kapuba, sőt, mondtam már többször is kapusokkal nagyon jól állunk, tehát mindegy kell a kapuba. Az biztos, hogy minden tisztelt a Gabinak, hogy ebbe a fiatal korba ilyen paszban van, és hogy így tudja élvezni ezt a játékot. Nekem dibabőrös lettem a mozdulat során, meg ahogy ott előadta kapusként ezeket az akciókat. Tehát hatalmas nyugalmat áraszt itt az edzőtáborban, mind edzésen, mind a mérkőzéseken. Kérdés? Hogy megtervezted a meccset, amelyik fesztivál, hogy hol volt, ugye, akkor megmondtad, hogy 8 után. Már mutatom is. Az első 20-ba az elsőt. Nem tudom megmondani, ez egy más mérkőzés volt, ez egy olyan szituáció volt, ha kikapsz a finnek ellen, csúszol le, de ott türelmesen kell, ott tutira kellett menni nyerni, akárhogyan valahogy megoldani, türelem volt a cél, itt most nyerni kell. Nem tudom igazából megsatszolni, most meg fogjuk nézni a finneket, hogy milyen állapotban vannak, ugye a bajnokságot azt hiszem most kezdődött áprilisban, tehát valószínűleg most kezdenek úgy top formába lenni. Nálunk valamilyen szinten leketyegőben van minden, azért ez a mérkőzés ide rakva, meg lettek hajtva srácok, hogy fölébredjenek. Ez az én felelősségem, hogy fizikális, mentálisan fittek legyünk. Hogyha ülnek a dolgok, akkor remélem, hogy vezetni tudunk, mindegy, hogy mikor csak vezessünk. Mit tudtok erről a filmvállalatok az erőssége, mint egy évek elején inkább odafigyelni? Csak ugyanazt tudom mondani, mint az előző mérkőzésen, mindenki látta, hogy egy nagyon szervezett, jó csapat. Nem támadják el magukat, taktikusak, jól tartják a labdát, sok futszál elem van a
a labdatartásukban, ugye ez egy ilyen hamis labdatartás, hogyha hagyod magadat kicsalni, azért vannak üres területek, vannak gyors játékosai, tehát az biztos, hogy most is lesz taktikai csata. A kérdés az, hogy mi mennyire leszünk frissek és fittek, tehát hogy mert azért nekünk is vannak jó támadóink, ha jó napot fognak ki, gondolok itt az előkészületi mérkőzésre, és most litván csapat ide vagy oda, ezek a gólok gyönyörűek voltak. Tehát ez egy olyan 10 perc volt, 15, hogy ugye kapták a vonalat, ugye lesznek ilyen pillanataink, akkor ugye egy finn taktika is borulhat. Ha nem, akkor ugyanúgy türelmesen várni kell, és igazodni ahhoz, ami történik, és abból kell váltani, ugye labdaszerzésből megindulni. Csak ezeket a megindulásokat végig kéne játszani, ugye? Valamikor azt szoktam mondani, hogy a Hannoverben egy Huszti Szabolcs, amikor játszott, Umsács Spider úgy hívják, nem tudom magyarul, hogy hívják, ugye a labdaszerzésből, ha megindult, az összes akciót befejezte, az összes akcióból gólpaszt adott, vagy utolsó előtti paszt adott, vagy elrúgta valahol a fölfelé, hogy visszaállt a csapat a helyére. Befejezték az akciót, kiszedték a Huszit abból a csapatból, meg lehet nézni, hogy muzsikálnak. Tehát egy-két ilyen pillanat, tehát hogyha egy Gyugyi jó napot fog ki, a Tibbe Zoli jó napot fog ki ezekből az indulásokból, akkor azért ez egy komoly mérkőzés is lehet, hogyha idővel előre tudunk szert tenni. Mivel hogy vannak nagyon jó pontrugó embereink, ezért igaza van ebbe, főleg, hogyha megint hasonló mérkőzés lesz, mert ugye ezt nem lehet előre megjósolni, mint az itthoni, hogy mind a két csapat ennyire taktikus, hogy ők sem nagyon akartak előrejönni, hátul passzolgattak, mi nem jöttünk ki. Ha ilyen meccs lesz, akkor az ilyen meccseket nagyon sokszor egy pontrugás dönti el, de ebben meg én nyugodt vagyok, mert azért a Balázs is nagyon-nagyon jól rúgja, sőt, vannak a kis padon is, a Varga-ról is nagyon jól rúgja, a pontrugás, a Dani is jól rúgja, tehát van bőven emberünk erre, meg vannak jó fejjelű embereink is. Tehát ettől azért annyira nem tartok, mert ez koncentráció, az akarat, fogunk rá készülni, fogunk edzeni, be leszünk úgy élesítve, hogy ha csak nem valami olyan történik, valaki hátáról, óráról, öngolt fejjel, öngolt, akkor nem fogunk kapni, de rúgni viszont akkor ebben tényleg nagy veszély van. Sándor, ők a Bastor. Pani, múlt héten megírtuk mi is, hogy a Tágyes Spiller szerint te visszamész mindenképpen a Hertához. Megkérdezhetjük, hogy mi a helyzet? Ez tipikus Bors, ha jól tudom. Bors. Ez Bors kérdés, ez most jelen pillanatban egy tiszteletlen kérdés, mert Németországban se kérdeznek ilyet, nem tudom, melyik onnan szedték, ott is békén hagynak, mi a klubon belül az elnök se kérdez, ez a menedzser se senki, mindenki, hogy dolgoz, mert a becsületes munkát tiszteletbe tartják, ez most ez egy ilyen borsos kérdés. Köszönöm. Van-e még valakinek kérdése? Nekem még egy lenne, hogyha már az előbb megsimogattad ezt a varázsgömböt, vannak olyan posztok, illetve vannak olyan játékosok, akik biztosan kezdenek, mit mutat ezzel kapcsolatban a varázsgömb, illetve hogyha mondjuk azt mutatja, hogy egy-egy lesz a végeredmény, akkor azonnal összekörül? Nem. Most, hogyha egy-egy lesz az eredmény, ugye mindent pozitívan kell feldolgozni. Az előny megmarad. Én a görögöket, tehát én azt mondom, hogy ha nem nyerünk, akkor a görögök veszélyesek lesznek. Az utolsó fordulóba el kell menni Görögországba, igaz? Az nem olyan egyszer, játszottam Görögországba kupa meccset a Hertával, ott nagyon nehéz, még a pont is nagyon nehéz. Tehát odáig kéne olyan előnyre szert tenni, hogy minimum harmadik vagy, és ki tudja, mi lesz, ugye? Mi volt az első kérdés? A gömb, varázsgömb. Hát vannak vezérjátékosaink, őket én megneveztem már az elején, tehát abból biztos, hogy 90%-a ott van a pályán. Rájuk számíthattok, meg olyan szerintem olyan nagyon-nagyon nagy turpissávok nincsenek, tehát ez nem bántás, ugye itt van ez a keret, 23-an vagyunk, 24-en mindig, de általában az a 14-16 ember bevethető, mert van, aki nem játszik, van, aki kiesett a ritmusból, van, aki sérült volt, ugye bízom benne, hogy a Gera Zoli meg a Juhász Roland fit lesz, ha fittek, akkor játszanak, edzettünk velük keményen pénteken, a meccs napján, ők is megkapták ugyanúgy ezt a regenerációs két napot, és a hetet végig kell tudják dolgozni, ha végig dolgozzák, akkor számítok rájuk. Ami kérdés? Amúgy csak ennyit mondjál, amit a Roli nem volt hajlandó, hogy a péntek érzésén a stábjátékosok volt az eredményhoz. Hát elmondom, mert nincs abban semmi szégyen. A túlsúlyos Tárda és a Szabics 3-0-es vereséget szenvedett a top fit Gera és Juhász ellen. A hármas ellen később igaz játszott még velünk. Késedi Dárdai Szabics, itt szerintem súlyban volt egy 30 kiló plusz, és ott meg három top futballista, úgyhogy ez teljesen rendes eredmény. De viszont elmondom, hogy a Bogdán Ádám kapuskesztyűbe állt be egy 1,5 méteres kapuba, úgyhogy ez legyen a mentség.